Mi is ez a glutamin? Ebben a videóban mindent megtudtok róla. Maradjatok bele! Jó, üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mai alkalommal a glutaminról fogok beszélni. Előző alkalommal már hallhattok a kreatinról pár szót ejteni, és ezután pedig majd a BCA-ról is fogok, ugyanis sokan kértétek és kérdeztétek, hogy mikor csinálok már táplálék kiegészítőkről videót, emiatt elkezdtem egy ilyen szériát. Na, visszatérve a glutaminra, mi is ez a glutamin? A glutamin egy nem esszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy igazából a testnek nem annyira nélkülözhetetlen. A test elő tudja állítani a glutamint, viszont nyilvánvalóan táplálék útján is be tudjuk vinni, és be is visszük. Milyen ételekben fordul elő a glutamin? A glutamin marhában, halakban, állati belső szervekben és a babban is előfordul. Tehát igazából a táplálék útján nagyon egyszerűen be tudjuk vinni, de ahogy említettem, a test elő is állítja, tehát igazából nem esszenciális, nem annyira nélkülözhetetlen, a test ne csinálja, ha meg akarja. Tehát akkor, hogyha a test előállítja a glutamint, és hogyha ilyen egyszerűen be lehet vinni a glutamint, akkor mi az Istennél kell, vagy ajánlott táplálék kiegészítő formájában bevinni? Jó kérdés. Na most, azt tudni kell, hogy attól függetlenül, hogy a test előállítja ezt az aminosavat, attól függetlenül ez egyetlen aminosav, amiből a legkevesebb van a testben. És a másik dolog az az, hogy stressz helyzetben a glutamin nagyon hamar kiürül, ugye? A test a glutaminhoz nyúl stressz helyzetben. És az igazság az, hogy főleg Magyarországon, hát elég sokan stresszelnek, ugye erről már beszéltem egy másik videóban is, hogy itt az emberek azt tapasztaltam, hogy mondjuk Ausztráliához képest, hát nem igazán, hogy mondjam neked, kevés pozitív embert látok, meg kevés olyan embert látok, aki mosolyog. Nagyon sokan túl komolyak, elmennek bulizni, mondjuk elmennek, nem tudom, a városba bemennek, beülnek valahova, és annyit látok, bemegyek, vagy betévedek, inkább maradjunk ennyi, hogy betévedek, és annyit látok, hogy a srácok így ködökölnek, de így. És így nézik a másikat. Nem mondom, gyerekek, nektek aztán jó estétek van. Na de a lényeg itt az, hogy igazából ugye a glutamin stressz helyzetben ürül ki, test ekkor használja fel, úgyhogy ha stresszeltek, vagy hogyha stresszes körülmények között vagytok, vizsgára készültök, tesztet írtok, edzetek, mindegy, mit csináltok, ami stressz jelent, akkor ajánlott ugye a glutaminnak a pótlása, szedése, Magyarországon lehet jobb, hogyha inkább vesztek 20 kg glutamint, de most mindegy. Amúgy a glutamin elsősorban a vékony bélnek a működéséhez szolgál, a glutamin megtalálható az izomban, vesében és májban is. És hogy már korábban említettem, a glutamin mivel stressz helyzetben nagyon hamar kiürül, ez ajánlott, javaslott edzés után közvetlen fogyasztani a glutamin raktáraknak a visszatöltésére. Tehát ha már eldöntöttük, hogy szedünk glutamint, vagy ha szedni szeretnénk, mennyi lenne az a mennyiség vajon, amennyit érdemes szedni? Na most ez 1 és 5 gram között van. Én azt mondanám, hogy mikor is szedjük? Hát akkor, amikor a testnek a legnagyobb szüksége van rá. Reggel, éjgyomorra, ébredés után és közvetlenül edzés után. Ez a kettő olyan időpont van, amikor a testnek a legnagyobb szüksége van tápanyagra, táplálékra, aminosavra, szénhidrátra, zsírra, stb. Én amúgy személy szerint edzés után szedek 5 g-ot, amit összekeverek BCA-val. Mondjuk egy héten edzek 5-ször, az nyilván 5x5 g, plusz adok hozzá BCA-t, és azt edzés után szedem csak. Igazából ennyi. Hogyha tetszett a videó, mindenki nyomjon rá egy big like-ot, osszátok meg, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok, vagy hogy ha van valami kérdésetek, óhaj-sóhaj, panasz, bánat, bármi, és majd reagálok rá. Köszönöm szépen a figyelmet, Tari Ádám voltam. Peace!